Ugye a falusi házvásárlási pályázat esetében ezúttal az igényelhető összeg magasabb volt, mint korábban, ugye 10.000 euró helyett 15.000 euró. Jól. Gondolom, hogy nagy volt az érdeklődés. Természetesen azt tudom mondani, hogy ez a pályázati kiírás is bizonyította, hogy a Vajdasági Magyar közösség azt szeretne Szőlőföldjén boldogulni hogy nagyon sokan szeretnének saját ingatlanban önálló életet kezdeni, hogy abban gondolkodnak sokan, hogy itthon éljenek. 300-hoz közeli a szám a benyújtott pályázatoknak a száma, és azt tudom mondani, hogy itt a szokásos tömb magyar közegek mellett olyan közegek és olyan települések is jelen vannak, mint váró, illetve Székely keve illetve gombos a, a zombori környéki a kisebb települések a, a, a Ma a Bánsági, György, Torda település gyakorlatilag egész, egész vajdaság, természetesen Szabadka, Topolya, Kishegyes, Ada, a Magyar Kanizsa és Török a Csóka. Ezek mind-mind olyan települések, onnan vannak érdeklődők, akik házat szerettek volna, szeretnének vásárolni és önálló életet kezdeni a legsikeresebb és a legtöbbször kiírt pályázatunk. Azt lehet mondani, hogy egy nagyobb vagy több kisebb település megmentéséhez járult hozzá, hiszen azok, akik saját házat vásárolnak, azok helyben maradnak, ott élnek, ruláris közegékben elsősorban, a gyerekeiket ott nevelik, ott járatják iskolába, ott iratják be a művelődési egyesületbe, a sportklubba, a fociklubba, birkózó edzésre, vagy valami hasonló tevékenységre, úgyhogy ezekben a kisebb közegekbe friss lendületet és erőt visznek ezek a családok. Ezért is örülök annak, hogy ez a pályázat, amely gyakorlatilag igazolta azt újra, vagy amit kimondtunk, amit annó Pásztor István elnök úr elmondott, amit a miniszterelnök úr Orbán Viktor és a miniszterelnök úr Szijjártó Péter vagy miniszteretes Magyar Levente mondtak annó, hogy a rendszert talpont tartjuk, üzemeltetjük, nem csak a futópályázatok és a futó projektek kezelése miatt, hanem azért, hogyha lesz lehetőség, akkor tovább tudjunk lendülni, és készen álljunk a folytatásra. Amint lett forrás, akkor, akkor ez meg is történt, és még elnök úr életében kiírtuk ezt a pályázati kiírást, ami de facto három év után a kis összegű pályázataink első kiírása volt három év után, aminek nagyon örülünk, és sikeres. Ugye említette, hogy 300 körüli a jelentkezők, az igénylők ö, száma. Mind a 300, hogyha megfelel, és minden rendben lesz, és van önrész, amik ha szükséges, akkor mindegyik megkaphatja a pénzt? Hát ez ö, majd kiderül az értékelés alapján. A ö, telepe, terepen már dolgoznak a szakmai építészek, statikai és egyéb építésügyi vizsgálat alásnak a házak jogi felmérés és természetesen a pályázatok szempontrendszer, pontrendszer szerinti értékelése áll előttünk. Azt az ígéretet kaptuk, hogy a házvásárlás egy olyan fontos intézkedés, hogy keresünk majd lehetőséget a forrásbővítésre a meghirdetett kerethez képest. A meghirdetett keret az mind a, a 300 pályázatnak a jóvágyására nem elegendő, de bízunk abban, hogy lesz rá lehetőség, hogy növeljük azt. 10.000 helyett 15 ezer, ugye növelkedett az De összeg. Van. Ugyanakkor ugye vannak települések, ahol olcsóbbak a házak, vannak települések, ahol valamivel drágábbak vagy népszerűbbek azok a települések. Mire elég ez a 15 ezer euró, hogy látja az alapítvány? Hát úgy látom, hogy 300 család és egyedülálló szülő esetében a házvásárláshoz elegendő felemeltük ezt az összeget, a 10 euró az egy jelentős összeg volt, viszont a, az ingatlan piac, részben a Prosperitáti Alapítvány által generált kereslet miatt az elmúlt 8 évben, de az új geopolitikai helyzet miatt is meg, Bojdult és magasabbak az ingatlanárak még a kisebb településeken is. Ami, ha úgy nézzük, akkor nyilván e, rosszabbból a szempontból, hogy több pénzzel kell ugyanazokat a házokat megvásárolni. De mivel itt az eladók e, e, sorában is vajdasági magyarok, családok vannak, így e, azt is lehet mondani, hogy ez jó, hiszen nem csak aki megvásárolja a házat, az e, járhat jól és kezdhet önálló életet, hanem az, aki eladta a házat, az hasznosítani tudja, és ezeknek egy része még mai napig haza él, és tudja ezt hasznosítani sok esetben kisebb közegekben a teljes ár, árát kifutja a háznak, vagy nagyon kevés önrészt igényel. Nagyobb közegekben, ahol magasabbak az ingatlan árak, itt jelentősebb önrészt kell hozzátenni, de így is jelentős segítség. És hát ilyen szempontból lehet azt gondolni, hogy lehet azt mondani, hogy nagyobb közegekben, akár Zenta, Óbecse, Magyarkon és a Szabadka, Topolya környékén nagyobb támogatás kellene egy-egy ház megvásárlásához, de ha azt nézzük, akkor igazán így igazságos, hiszen a kisebb közegeknél kevesebb pénzt kell hozzátenni, de kevésbé is voltak népszerűek eddig, így a helyben tartó ereje is a, ennek a pályázatnak a kisebb közegek esetén is erősebb, Ugyanakkor, ha valaki a tömb közegekben szeretne vásárolni, erre is van lehetőség, és elég nagy lendületet jelent ez az összeg, ami látszik a benyújtott pályázatokból. Mindkét állításomat igazolja a benyújtott pályázatok térszerkezete, hogyha úgy tetszik. Mi a további menete a dolognak? Most gondolom elbírálás lesz, vagy felmérik ugye a terepen. Mikor lesz eredmény? Hát a, a, azt elmondtam gyakorlatilag az elbírálásnak a folyamatát, akkor lesz eredmény, amikor a végére élünk. Oké. Okay. Érdekelne még ugye ez a két pályázat, ami hát továbbra is hatályban van úgymond, vagy érvényes. A határideje nem járt el. Február 5-ig lehet még két pályázatra jelentkezni. Melyek ezek? Ami nagyon fontos, hogy miután sikerült a Vajdasági Magyar Szövetség és a magyar kormány közötti szövetséget megerősíteni, akkor az egyik fontos téma volt és intézkedés, hogy a kis családi gazdaságok és a kis családi vállalkozások számára biztosítsunk fejlődési lehetőséget, írjunk ki új pályázatot, ezt meg is tettük és folyamatban van nem zárjuk le időnap előtt a pályázásnak a lehetőségét. Voltak ilyen kósza hírek, én azt mondom, hogy ez ilyen önös érdekből elkövetett híresztelések. Nem zárjuk le, nagy az érdeklődés itt is. 1200 fölötti a benyújtott pályázatoknak a száma, ez is minden várakozást fölülmúl. Ez is az bizonyítja, hogy az élni akarás, a helyben élni akarás a vajdasági Magyar közösség körében nagy, hogy még mindig, annak ellenére, hogy vannak, akik szeretnék azt láttatni, hogy ez a közösség elveszőben van, még mindig óriási számú vállalkozó és gazdálkodó rendelkezik projektötlettel, a megvalósítása az szükséges, Tehetséggel, készséggel és önrészsel is, és nagyon sokan szeretnék fejleszteni saját magukat, vállalkozásokat, saját maguk és a családjuk, esetleg alkalmazottjaik szülőföldön boldogulása érdekében ugye kis összegű támogatásokról beszélünk itt azért a, az önfoglalkoztatás és a család egzisztenciának a biztosítás, a, a reális elvárás és a reális kép. Annál is inkább, mert a legfeljebb 10 főt foglalkoztató vállalkozások tudtak, tudnak pályázni, gyártótevékenységet folytató vállalkozások, és céloztuk a munkaintenzív mezőgazdasággal foglalkozó, a nagyobb hozzáadott értékű mezőgazdasági tevékenységet folytató családi gazdaságokat. Ez például azt jelenti, hogy feldolgozzák a terményeiket. Az majd. egyik lehetőség uh -huh, ez, uh -huh. hogy a, akár a saját, akár megvásárolt terményt feldolgozzák, vagy méhészkednek, vagy gyümölcsészettel foglalkoznak, vagy zöldséget termesztenek, akár szántóföldön, vagy akár zárt rendszerben, fólia, üvegsátó, a Rivegház, illetve még az állattenyésztés tartozik ide. Nagy számú a pályázat, és nagy számú az igény. Nyilván priorizálni fogunk ezeknél a pályázatoknál, nyilván keresni fogjuk majd az esetleges trükközéseket, ezt már most mondhatom azokat szeretnénk valóban támogatásban részesíteni, akik kisgazdák, kisgazdálkodók, és valóban ezzel a tevékenységgel foglalkoznak, ami a pályázati kiírásban szerepel. Erre a megfelelő szűréseket és a rendelkezés álló lehetőséget, plusz dokumentumok bekérése, terepi ellenőrzések, ezeket meg fogjuk ejteni Annak érdekében, hogy ez a pályázati kírás elérje, illetve ezek a pályázati kírások elérjék a valódi céljukat. Hát úgy látom, hogy a Prosperitati Alapítvány előtt elég nagy munka áll, így az évnek az első felében legalábbis, vagy mert hát most majd lesz mit ellenőrizni, meg egyáltalán ezt így elrendezni. Hát azért megkérdezem mégis, hogy esetleg lesz-e valamilyen tervben, van-e véve az év második felében akár egy újabb pályázati kírás? Itt alapvetően a, a, évente egy tízer már futó pályázattal is foglalkozunk, ehhez jön hozzá ez a, ez a szám, amit elmondtam, ami 1500 és 2000 közé tehető majd, amikor lezárjuk a ez már önmagában egy óriási munka, és ha azt nézzük, a tavalyi év a proszperitás Alapítvány vonatkozásában egy nagyon fontos év volt. Le tudtuk zárni a közepes és nagy léptékű fejlesztések pályáztatatát, le tudtuk szerződni az összes forrás függvényében támogatott és feltételeket teljesítő projektet, amelyek már hosszabb ideje vártak, és ki tudtuk írni az új pályázatokat. Ez egy nagyjából 15 milliárd forintos csomag, ami azt gondolom, hogy egy fantasztikus teljesítmény. Egy olyan évben, amikor sokan arról beszéltek, hogy a Prosperitás Alapítvány a leáldozóban van, hogy már nem is működik, hogy csukja a kapuit. Csak úgy emlékeztetném ezeket a szakértő elemzőket, hogy 2016 és 2019 között három év alatt volt előlátva 20 milliárd forint vissza visszanemtérítendő támogatás a Gazdaságfejlesztési programra. Ez most 2023-as évben volt, nagyjából 15 milliárd forint. Azt gondolom, hogy nem mellékes és a matematikában azért ezt így érdemes beleszámítani. Nem beszélve arról, hogy a korábban szintén nagy léptékű, illetve közepes és nagy léptékű fejlesztések, amik a turizmusi szálláskapacitásoknak a fejlesztését célozta, illetve a, az ipari innovációs fejlesztésekre írtunk és leszerződtünk. Azoknak az átfutási ideje, megvalósítási ideje, az másfél-két év, úgy 2023-ban jó néhány beért, és van még, amelyeknek a, a lezárása és a, a befejezése folyamatban van. És ugyanez vonatkozik a tavaly leszerződöttekre, amelyeknek a kifizetése folyamatos, és amelyeknek a megvalósítása is folyamatos. Úgyhogy jelentős ipari, mezőgazdasági, feldolgozó, ipari, turisztika és szolgáltatóipari projektek valósulnak meg folyamatosan a szemünk előtt. Mi folytatni fogjuk, ami bizonyos a külgazdaság és külügyminisztérium együttműködése mellett a Nemzetpolitika Államtitkársággal a mentor programunkat, ami egy fontos közösségépítő, gazdasági, a vállalkozói építésének egy fontos eleme, illetve a azt gondolom, hogy igazán nagy sikerű Connect Grow szakmai konferenciánkat is. Ez biztos, hogy ez idei év második felét kitölti, és tiszteletbe tartva és, és, együttműködve figyeljük és várjuk a helyzet alakulását. Geopolitikai, energiaválsághelyzet és minden szempontból Magyarország költségvetése milyen kondícióban van. A magunk részéről készen állunk a folytatásra. Nyilván tudjuk és tapasztaltuk, hogy az anyaország figyel a határon túli közösségekre, és amennyiben lehetősége van, ezt bizonyított az elmúlt nyolc év, akkor, akkor biztosít forrásokat a fejlesztésekre, fejlődésekre. Ha így lesz, akkor folytatjuk, ha nem, akkor megőrizzük azt, ami van, addig, amíg tovább nem tudunk lépni. Köszönöm szépen. Ugye bár a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetőjeként hívtuk meg, azért ön a VMS intéző bizottságának az elnöke, valamint a a VMS tartományi lista vezetője is egyben, és ezért kérdezem meg, megragadom az alkalmat, hogy arról beszélgessünk, ugye, hogy kilenc képviselője lesz jelen a VMS-nek tartományi szinten. Ez milyen felhatalmazást biztosít a VMS-nek önöknek? Én azt gondolom, hogy egy nagyon erős felhatalmazás. 2022-höz kell mérnünk az eredményeinket, amikor valamivel több mint 60 ezer szavazatot gyűjtött a Vajdasági Magyar Szövetség, ami, ha úgy nézzük, és szintén elemzők leírják, hogy ez a, ez a Vajdasági Magyar Összlakosság csupán egyharmada, 65 ezer az az egy picit több, akkor el lehet mondani, hogy az összlakosság vonatkozásában a Európa két legsikeresebb és legszervezettebb pártja, a Fidesz és a haladó párt, 30, illetve 27 körül alakul a, a támogatottságuk. A nyugat-európai e úgymond kormányzó erőknél előfordul a 15 és 20 százalékos e, teljes lakosságon belül támogatottsággal kormányzó e, e, politikai vezetők e, e, széles sora is. Ha ezt nézzük, akkor azt gondolom, hogy ez egy borzasztó erő, erős felhatalmazás a Vajdasági Magyar Szövetség számára. Egy történelmi pillanatban zárt össze a közösség. E, elveszítettük elünkünket, a legnagyobb tartószlopát ennek a közösségnek, ahogy Kelemen Hunor fogalmazott a Fidesz kongresszusán az égtartók egyik legnagyobbikát a Kárpát-medencében, és nem omlott össze, nem szaladt szét, és nem anyátlanodott el, nem árvult el a közösség. Összezártunk mi, a Vajdasági Magyar Szövetség belül, és összekapaszkodtunk a közösséggel. A közösség egy jelentős támogatást nyújtott, amit ezúton is szeretnék újra és újra megköszönni. Vasárnap fogadták el a választások lezárását jelentő jelentést a eredményekről. Ez a kilenc mandátum, ez valóban kevesebb, mint 2020-ban a 11 mandátum volt tartományi szinten, tehát abban a pillanatban ö, a országosan is több mandátumunk volt. Ez egy ö, olyan helyzet volt, amikor ö, igazából a COVID-ból kiszabadulva ö, nagyon sokan ö, mentek el szavazni. Ö, viszont, ö, hogyha 2022-es szavazatszámhoz, vagy a korábbi ö, mandátum számokhoz hasonlítjuk ezt a kilenc mandátumot, akkor el lehet mondani, hogy eh, amióta eh, nincs vegyes választásrendszer rendszer itt eh, Vajdaságban, ugye egyéni és listás szavazás, csak listás szavazás van, ez eh, gyakorlatilag eh, soha nem volt ettől több, kivéve 2020-as évet. És amikor vegyes volt, akkor is csak maximum megközelíteni sikerült a kilenc mandátumot. A Vajdasági Magyar Szövetség Vajdaság harmadik legnagyobb politikai ereje, ami azt gondolom, hogy önmagában véve egy hatalmas fegyvertény. Ebből a pozícióból fogunk tárgyalni a parlamenti és kormányzati munkáról, te 2000-es évektől erre felé nagyon fontos pozíciót töltött be a tartományi kormányban a Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyar Közösség érdekében. Mi erre készülünk most is. A munkától nem fogunk megriadni, felhatalmazás mögöttünk van, úgyhogy lássuk a medvét. Folytatódhat-e az eddigi koalíció? Úgy vettem én ki a, a szavaiból, hogy talán igen. Én azt gondolom, hogy ez a reális opció, és azt tudom mondani, hogy számos eredmény, számos. A történelmi megbékéléstől, az infrastruktúra és fejlesztések ígérését sok minden van a kettő között. Számos eredmény azt predestinálja, és arra biztat bennünket, hogy ezt folytassuk. Még lenne egy kérdésem, ha szabad, egy, egyet ezzel kapcsolatban. Ugye a házelnöki tisztséget Pásztor István töltötte be. Számítanak -e esetleg, hogy ezt a tisztséget a VMS egyik képviselője fogja hellátni? Itt azt gondolom, hogy ez a másodlagos kérdés, hogy milyen pozíciókat töltünk be. Összességében az országos és a tartományi együttműködésről kell megállapodni, és azt gondolom, hogy a funkcionalitás, a közösség szolgálata a legfontosabb. Mi, amikor elnök úr sajnálatos távozását követően a házelnöki, pozíció betöltéséről beszélgettünk, akkor úgy határoztunk, hogy erre a maradékmandátumra mandátumra vagy Magyar Szövetség nem kíván a saját soraiból jelöltet állítani. Átengedtük ezt, és közös megállapodással a legidősebb képviselő vezette az utolsó két tartományi parlamenti ülést, Mert úgy gondoltuk, hogy elnök úr személyével összefort ez a tisztség három mandátumban töltötte be, és kegyelet és mindenféle egyéb okból így határoztunk, hogy a jövő mit hoz, ezt majd a koalíciós tárgyalások fogják megmutatni. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk Juhász Bálintnak, a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetőjének, és egyébként ugye a VMS intézőbizottságának is az elnöke, és a VMS tartományi lista vezetője. Köszönöm. Köszönöm a lehetőséget.